Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi lesz ebből a kapcsolatból? Ez a kérdés. Ez a felvétel egy személyes jóslás Amirada számára. Kedves Amirada, üdvözöllek téged, ez a te videód, van egy pár kapcsolatod, te se vele, se nélküle, hogyan tovább, ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Ez a kard áll most a középpontban. Ez lehet a tiéd, lehet az övé. Mit szimbolizál ez a kard? Először is azt, hogy át kell tenni magadat a bizonytalanságok felett, a félelmek felett, de utalhat az ő félelmeire is. Amit még ez a kard szimbolizál, az a levegő eleme, az utal könnyűségre és kommunikációra. Ez most fontos, hogy beszéljetek egymással. Valamit kellene tisztázni félelmek nélkül. És most megtekintjük a következő kártyát. Ezen a kártyán a kettes szám látható. Az utal rád és rá. De ő a távolba tekint, és vannak tervei, téged viszont nem mer megérinteni. Ott vagy mellette, te nem vesz észre. Holott érzi ezt a közelséget, érzi ezt a szerelmet, ez inkább ugye a gondolatokban, az álmokban jelenik meg, és nem mer közeledni hozzád, holott érzi ezt a vonzalmat kettőtök között, az lelkesíti is őt, mert itt a tűz eleméről van szó. Megvannak a vágyak, a testi közelség is, és ennek ellenére nem mer téged megérinteni. És most megtekintjük a következő kártyát. Ennek a toronynak több jelentése is van. Utalhat hivatalos dolgokra, vagy egy bírósági ügyre. De a toronynál gyakran érzelmekről van szó, egy bizonyos helyzetről, ami szorít bennünket, ahol fogva érezzük magunkat. Ez kihathat rád is, vagy rá is. És ilyenkor fontos egy új lehetőség, egy kiút, és ez által lesznek hamarosan változások. Ez eltarthat nyárig, viszont erre számíthatsz. Lesz egy megoldás, lesz egy kiút. És most megtekintjük a következő kártyát. Ezen a képen láthatunk egy királyt, és ez a király uralkodik a levegő eleme felett. Ez utal a szabadság érzetére, a könnyűségre, a kommunikációra és a döntésekre is. Igen, ő fontos döntéseket fog hozni úgy nyár folyamán. Mielőtt elmúlik ez a helyzet, miután kilép ebből a toronyból. Eddig azt láthattuk, hogy félelmei vannak, szorongásai, valami fogva tartja őt, tekint egy új irányba, de még várakozik. Nyár folyamán hoz fontos döntéseket, amit közöl veled. Ebben az időszakban légy türelmes, de fordíts hátat neki, ne jelentkezz nála. Ő bizonytalan lesz, és akkor hat ez a kép, ami most itt látható. Ez a király, aki uralkodik a víz eleme felett, a kelyhek felett, ami természetesen a víz elemét szimbolizálja, és itt érzelmekről van szó.
Ha hagyod őt a következő hetekben, hónapokban, bizonytalan lesz, és lesz itt egy közeledés, nem csak kommunikáción, hanem ahogy ez a király itt mutatja, nyitott lesz érzelmekről beszélni, kimutatja az érzelmeit, mondani fogja azt, hogy ő szeret téged. És most megtekintjük a következő kártyát. Ezen a képen látható egy királynő. Uralkodik a levegő eleme felett. Az ugyanazt jelenti, mint a királynál. A könnyűséget, a szabadság érzetét, a gondolatokat, a beszélgetéseket és a döntéseket. Itt te hozol döntéseket, mert te vagy ez a királynő. Te mondod azt, hogy hogyan tovább, és ő hallgatni fog rád, mert szeret téged. Te ne a jelen pillanatban mondd azt, amit te akarsz, hanem a későbbiek folyamán, amikor lesz egy ilyen közeledés a részéről. És most megtekintjük a következő kártyát. A jövőt ez a kártya mutatja, és ez a szerelmes pár nem más, mint te és ő, és így rendbe tudod hozni a dolgokat. Légy a következő hetekben, hónapokban visszahúzódó, mutass hátat neki, ne foglalkozz vele, ő visszatér magától, és itt látható az eredmény. Kedves Amirada, így tudtam a kérdésedet megválaszolni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!